Farkas. Kezezés. És sárga lap lesz. Kártelónak. Neki van egy két sárga, egy piros. Egyszerű matematikai képlet. 34. perc, már csak 10 emberrel az Eto. Itt az indítás, és Kártelo kezén tényleg irányt változtat a labda. Salamon. Herceg megy. Juhárra vezetheti rá. Herceg. Rósa ért vissza. Jó az emelés, Perics még eléri. Baumgartner! Rósa. Nézelődhet még. Rósa. Megpattan Horvát. Cseri! Vége az első fél időnek. Köszönjük Szabó Zsoltnak, a csapatoknak kevésbé. Farkas. Kovács Zoltán. Laposan, Sebők. Herceg. Nem a felező vonalban bukott fel. Tamási, és neki van egy sárga lapja, 10 emberrel fogja folytatni az Újpest is. Így van, Szabó Zsolt kiállítja Tamásit is. 10-10 ellen. Egyenlő feltételek. Egy kicsit megfogta Tamási Herceget. Kovács Zoltán. Horváth, Simek, jó! Sebők hatalmasat védett. Volt ideje helye Simeknek arra, hogy igazítson. Pucika, jól csavar, Vlaszák csak nézett. Akár bele is fejelhetett volna valaki. Bajewski próbálkozott ezzel, de így is majdnem jó lett. Vége a mérkőzésnek. Győr-Újpest 0-0. Ezzel a 0-0-val mindent elmondtunk.